Tanácskozással indult a hét Kozár Michelinben. A március közepén megalakult helyi veszélyhelyzeti munkacsoport tartott megbeszélést a Városházán. Az intézmények és gazdasági társaságok vezetői, a képviselőtestület bizottsági elnökei, katasztrófavédők és polgárőrök, valamint önkéntesek a kialakult járványügyi helyzetben a rászorulók ellátását szervezik meg. Ez úgy működik, hogy ezen belül van egy szűkebb munkacsoportunk, 12 fővel, és nyilván tartunk rengeteg önkéntest, aki jelentkezett. Az önkéntesek száma az 20 körül van, plusz a teljes óvodai, bölcsődei, önkormányzati dolgozói létszám rendelkezésre áll erre a feladatra, úgyhogy akár 40-50-en is vagyunk már. És elsősorban a 65 év feletti idős lakosságot céloztuk meg ezzel az ellátással, maradjanak otthon, és a polgármester a munkacsoport segítségével megszervezi mindenkihez, hogy házhoz jussanak az alapvető ellátási formák, tehát az élelmiszer, tisztítószerek, a gyógyszerek, és igény esetén a napi egyszeri meleg étel. Ezeket tudjuk biztosítani a Kozár Michelini idősek számára, és mindazok részére, akik hatósági határozattal karantén alá kerülnek, ugye ők sem hagyhatják el a lakóhelyüket, a lakásukat, nekik házhoz kell szállítani ezeket az alapvető szükségleteket. Közben letárgyaltuk a MEVID ZRT-vel, a közétkeztetési szolgáltatónkkal, hogy végig működtesse ebbe az időszakba a melegkonyhát, és egy külön árat alakítson ki az idősek számára, akik kérik a melegételt. Ugye most már ott tartunk, hogy 600 forintért tudjuk biztosítani házhoz szállítva, csomagolóeszközzel beleértve a kétfogásos melegételt annak, aki ezt igényli. Egy héttel előtte kell leadni az igényeket, és ezeket kiszállítjuk. Ennek leszervezését két bizottsági elnök, Tarcsai Gyöngyvér és Hamvas Éva kapták feladatul. Legfontosabb, tehát a 65 év feletti és máskülönben olyan egyedülálló idősnek az ellátása étkezéssel, bevásárlással, illetve gyógyszerek házhoz szállítása, ami a legfontosabb feladatunk. Az első hét ma indul, 32 fő számára biztosítjuk a MEVID által elkészített étel, meleg étel, ebéd házhoz szállítását. Ezen kívül már volt, akinek alapvető élelmiszerek bevásárlását elvégeztük, és a következő feladat, ami szintén ma indul, hogy gyógyszereket szállítunk házhoz az idősek számára, akik kérték ezt a szolgáltatást. Dr. Bíró Károly kiemelte, hogy büszke a Kozár Michelinekre, hiszen a veszélyhelyzet bejelentését követően március 15-én az országban az elsők között rendkívüli szünetet rendelt el az óvodában és a bölcsödében. A helyiek nagyon komolyan vették a felhívást, így néhány nappal később már ügyeletet sem kellett tartani az intézményekben. A bezárás a könyvtárat, a művelődési házat és a sportcsarnokot is érinti. Nagyon fontos, maradjunk otthon. Ezt ki kell várnunk, ezt az időszakot, és én azt gondolom, hogy akkor elég hatékony lesz a Kozár Michelini védekezés kapcsolódva az országos trendekhez. Nagyon sokáig sziget tudunk maradni ezen a területen, hiszen a mai napig nem tudok koronavírus fertőzött Kozár Michelinről, és házi karantén elrendelést sem küldtek még felénk a hatóságok. Ha ilyen megtörténne a jövőben, akkor arról azonnal értesülnének a helyiek, hiszen ebben az esetben a polgármestert értesíti elsőként a hatóság.